40 millió forintból újult meg Helvécia járdahálózata. Ez volt a település életében az eddigi legnagyobb járdaépítési projekt, amelynek eredményeképpen biztonságosan és kényelmesen megközelíthetővé váltak a nagyközség fontos épületei. Ez toppos beruházásból valósult meg. Helvéciának ezen a szakaszán 3 kilométeres járdaszakaszt építettünk, illetve 1 kilométer 700 méter új szakasz, a többi az felújítás. Épp ideje volt, hogy ezt fel tudjuk újítani. Nagy öröm számunkra, hogy az iskolák, orvosi rendelő felé, az óvodák felé mindenhol megvalósult a járdaépítés, és egy gyalogátkelő helyen, a Fekete-Erdő iskolánál ez ki van bővítve. A néhány nappal ezelőtt megtartott projektzáró ünnepségen elhangzott, hogy a járdák tisztántartása a lakosok feladata. Az önkormányzat azonban ebben is szeretne segíteni. Hólapátokat biztosítanak a háztulajdonosok számára. Balogh Károly polgármesterrel arról is beszélgettünk, hogy milyen fejlesztések vannak még folyamatban Helvécián. A tavaly lezárult nagyszabású bölcsöde és óvodaépítés után a következő mérföldkő az új egészségügyi központ átadása lesz, várhatóan heteken belül. Régi óvoda helyén ott egy egészségügyi központ alakul most ki, amiben a védőnői szolgálat kerül, egy fogorvos és az egyik orvosi rendelő kerül át abba az új épületbe, és ott tulajdonképpen ott egy kis központ lesz, egészségügyi központ, bölcsőde, óvoda, és mögötte egy park, és az mögött új telkeket értékesítünk. Folyamatban van még számos fejlesztés a településen, egyebek közt a polgármesteri hivatal épülete előtt is lesz új járda. Az önkormányzat céljai között szerepel a Fekete-erdői általános iskola sportcsarnokának tetőfelújítása, és a Véberede általános iskolának is szeretnének építeni egy sportcsarnokot. Fontos lenne továbbá a Kecskemétet Helvéciával összekötő út teljes megújulása, emelte ki a polgármester.